Hétfőn nemezeléssel kezdődött az őszi szüneti program kavalkád a Napsugár Gyermekházban. Radácsi Kata évek óta jár rendszeresen szakkörökre és különböző foglalkozásokra. Azt mondja, mindig tanul valami érdekeset amellett, hogy kikapcsolódik és jól is érzi magát. Vannak agyagozások, ilyen ugye nemezelések, sokfajta gyöngyfűzés, szövés, és mindegyik nagyon jó. Ez az első, és akkor ide vágsz még, meg oda, meg oda vágsz még. Nemez könyvjelző készült, amelyet szintén ebből az ősi anyagból készült csipkebogyókkal díszítettek a gyerekek. Teljesen az alapoktól kezdték, a száraz gyapjúból szappanos, langyos vízzel nemezt gyúrtak, majd vágtak és vartak, végül pedig a díszítést is a saját kezükkel formázták. A kézügyességük, a kreativitásuk fejlődik, illetve a mai modern világban szerintem nagyon fontos, alapvetően fontos, hogy az egyszerű anyagokból a saját kezükkel elkészíthetőek azok a dolgok, amiket manapság már ugye drága pénzért a boltokban lehet megvenni, és ez egy közösségi élményt is ad, mind a mellett, hogy egyéni fejlődésre is ad lehetőséget. A hét programkínálata változatos, egyebek mellett sünis könyvjelző varrással, agyagozással, gyertyamártással és dióból készült játékokkal is várják a gyerekeket. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a foglalkozások népszerűsége növekszik. A statisztikák szerint naponta mintegy 25-50 gyermek látogatja a programokat. A szülők nagyon szeretik hozzánk a gyerekeiket hozni, hiszen egy jó helyre érkeznek, ahol tartalmasan tölthetik az őszi szünetnek az összes napját, egészen reggel 7 órától 16 óráig, tehát tulajdonképpen amíg a szülő dolgozik, addig a gyermekük alkot, egy tartalmas közösségi életet él. A gyerekeket egészen csütörtök délutánig várják a Napsugár Gyermekházban.